Szerbusztok, most tatárbifszteket fogok készíteni. Isten áldja meg a ilyen fine diningos séfeket, mert most már szinte minden ilyen nagy áruházban, meg szupermarketben lehet kapni mindenféle ilyen extra steak húsokat. Ez is ugye egy ilyen 30 napig érett Black Angus steak. És téláron megint kaptam. Innentől kezdve, vagy ugye Emma lányom imádja a steaket, vagy neki megveszem, vagy én csinálok belőle magamnak egy kis tatárbifszteket, amit most úgy fogok kezdeni, hogy ugye a tatárbifszteket igazán marha hátszínből és bélszínből jó készíteni. Tehát én az étteremben ezt a kétfélét árultam, de most már amióta vannak ezek az ilyen tök jól megérlelt húsok, azóta néha szoktam ugye másból is csinálni, sőt, meg lehet csinálni egyébként, tehát ha vesztek, lehet kapni 20%-os zsírtartalmú darált marhahúst, abból is el lehet készíteni, de a legfinomabb a bélszínből, utána a hátszínből, és akkor jönnek ezek az ilyen kis egy hónapig pácolt, érlelt húsok, és utána a marha. Tehát minél lejjebb megyünk, annál olcsóbb lesz, de a végső végtermék az annál picit kevésbé lesz ízes, tehát de hát ha jól be van fűszerezve, akkor az is teljesen jó. Tehát most így levágtam a húsról mindenféle fajta ilyen hátját, meg itt mintha látnék még benne egyet. Ezeket ilyenkor így kiszoktam ebből vagdosni, de hát ez is ilyen inkább csak egy ilyen kis hátjácska volt. Ezt most egy picit azért megmosom, mert mégiscsak ugyan vákumban volt, de én leszoktam mosni a húsokat. Na, tehát a húsnak a megpucolását azt megmutattam. És most először azzal fogok indítani. 15 deka, ez egy 30 dekás húsdarab volt, de már szedtem le belőle. Ugye így, tehát most ez nem tudom, ez ilyen 25 deka lehet. Én 15 dekánként adtuk az étterembe egy tojássárgát számoltunk, de hát most ebben nem akarok tojássárgát felállni, csak egyet fogok beletenni, de hogyha van egy ilyen nagyobb mennyiségű marhahúsotok, akkor 15 dekánként adjatok egy tojássárgáját, de én most azzal kezdem, hogy egy lilahagymából, hát most mérjem. Az a baj, láttam tatárbifsztek recepteket, és nem lehet tatárbifszteket, ez most 6,4 deka. Nem lehet tatárbifszteket receptre készíteni, azt kóstolgatni kell. Mindenkinek más a szájíze. Be kell ízesíteni. Én most mutatok egy alap ízesítést, amit nem tudom, a vendéglátásban, amióta nem jöttek be ezek a fine diningos dolgok, hogy a kapribogyótól kezdve azért nem tudom, micsodát is már hozzátesznek, már épp hogy csak a... Na mindegy. Nem kezdek el ezen most kattogni. A lényeg, hogy egy viszonylag nagy mennyiségű hagyma, ez ahhoz képest, hogy mennyi a hús, de én szeretem, hogyha jó hagymás, és akkor már itt kezdődik, hogy a tatárbifszteket azért nem bekeverve adják normális helyeken, mert mindenki máshogy szereti, mindenki máshogy ízesíti. Tehát az, hogy van, aki, nekem van egy ismerős, most a Fradiba már ilyen főmufti, ő egyáltalán nem tett bele sót. Én most azért a hagymával kezdek, hogy egy kicsit megszívja, egy picit megsózom a hagymát, és elkeverem a sóval, hogy addig, amíg a húst előkészítem, addig ez itt szépen szívja meg a hagymát, a lé. És akkor most jön a második momentum, hogy ugye nagyon sokan darálják a tatárbifsztekbe a húst, hát én vágom. Tehát a tatárbifsztekbe vágni kell a húst, úgyhogy most ezeket a vékony szelekteket is így hosszában kétszer átvágom. Én az étteremben is, amikor bélszínből készítettem, és hát ugye ott érlelt bélszín volt, ott is bejött, én nem koszoltam össze egy adag tatár miatt a húsdarálót, hanem szépen kézzel megvágtam. Tatárbifszteket azt kézzel vágjuk. Én egyetlen egy plusz dolgot szoktam bele tenni. Ilyenkor azért, amikor ilyen alávágással szereteltek, azért vigyázzatok a kezetekkel, hogy ezt fogom, és hogy megkönnyítsem a dolgomat, egy húsklopfolóval rommá klopfolom. Tehát ez egy érlelt hús, erre párat rájutok, és nézzétek meg egy ilyen
ilyen péppé lehet szinte kloffolni pillanatok alatt. És így kétszerre ezt a hús mennyiséget szépen szétkloffolom. És amikor így rommá kloffoltam a húst, akkor fogom, és ilyen nemes egyszerűséggel finomra vágom. Hogyha ha ez bélszínből van, akkor nem is kell majd úgy megcsapkodni, ahogy mutatom, de hogyha ilyen hátszínből vagy egyéb ilyen húsokból, ugye most elfordítottam, és keresztbe is még átvagdosom, tehát már most elértem, hogy szinte az összes húsi rost át van vágva, de ilyenkor szoktam azt, hogy fogok kettő darab kést, és elkezdem szépen szétcsapkodni, és átfordítom. És akkor így teljesen finomra fölaprítom a húst. Na és amikor már ilyen jó krémes vagy pépes, vagy nem tudom minek hívjam, akkor mehet rá a hagymára, most lepucolom a deszkát, és a kemény fa deszkának az az előnye egyébként, hogy tök szépen így le lehet kaparni, utána szoktam letörölni, és akkor már is kapok egy tök szép tiszta felületet. És most jön az ízesítés, egy tojássárgáját beletettem, a lila hagyma benne van, de lehet vörös hagymából is egyébként, a só benne van, és most jön, teszünk bele egy pici fűszerpaprikát, és akkor ez megint ilyen ízlés szerint egy ilyen késhegynyit, kb. Képi őrölt borsot, hogy ne kelljen így ropogtatni ugye a fogalat. Én szeretem borsosan, és most nem fogok a gyerekeimre gondolni, úgyhogy most ebbe úgy teszek kicsit bátrabban. És a mustár és a ketchup aránya nála mindig, tehát ha beleteszek ennyi mustárt, ez egy jó bő teáskanálnyi, akkor kettő teáskanálnyi ketchupöt. Tehát én kettőször annyit szoktam, és mondom, ez megint ilyen ízlés kérdése, jön bele a kis csoda hozzávaló, egy pici Worcester szósz. Ez az egy, ami egyébként ilyen extra alapanyag, de ez is 300 valamennyiért, nem ezt a Heinz, de lehet venni mindenféle ilyen szuper marketekbe. És ehhez a 30 dekányi az, vagy 25 dekányi az egy ilyen nagyobb gereszt fokhagymát a finom részén a reszelőnek bereszelek. És nagyjából ennyi. Tehát mi 30 évig, amíg nem jött be ez a mostani csodadivat, hogy már minden tényleg beletesznek a patárbifsztekbe is, tettünk bele só, bors, fűszer, paprika, fokhagyma, vöröshagyma, ketchup, mustár, Worcester, pont! Ez volt a tatárbifsztek. És akkor ezt most szépen összekeverem, és utána elkezdi az ember kóstolgatni, hogy ő neki mi hiányzik belőle, de ezt most én egy ilyen alap tatárt mutattam, és ugye spiritossal vajon, de azt mindjárt megmutatom. Tehát most ezekből a hozzátevőkből, hogy kinek mi a íze, de ez nagyjából, amit most beletettem, ennek ennyitől már jó ízűnek kell lenni, és ettől kapunk ugye egy ilyen krémes, kenhető állagú húspéper. Na, az én ízlésem szerint tettem bele még egy késhegynyi mustár, dupla ketchupöt és egy pici sót, pirítottam meg sima félbarna kenyeret, és akkor vajjal vagy ilyen étkezési margarinnal ugye meg lehet kenni a kenyeret. És arra, egyébként ez a mennyiség, ez nem tudom, ez négy embernek bőven elég, ezt emetre ugye előételnek szokták enni. Én meg vacsorára szoktam egy kis paprikával, paradicsommal, még egy kis friss hagymával. Ennyi. Na, hát. Én elhiszem, a telivágom mindenféle extra dologgal, akkor biztos más íze lenne. Azt 30 éve így eszem,
30 éve imádom. Még így kézzel vágva is tök jó kis krémes valami lett belőle. Jó pirítossal, vajjal, vagy margarinnal, tök mindegy. Isteni kaja. Szóval bátran. Tudom, sokan undorodnak tőle, hogy nyers hús. Egyszer meg kell kóstolni, próbáljátok ki mindent, hallgassatok rám. Jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!